A mi hazánk képviselő csoportjából Dózs Dávid képviselő jelentkezett napi rendelőti felszólalásra. Parancsoljon, öné a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Mi lehetne fontosabb aktuális közügyek témában, mint a közelgő választás, hiszen közel egy hét múlva választunk, és úgy gondolom, hogy ennek a választásnak igen fontos tétje van, mind itthon, mind pedig az Európa Uniós választás tekintve, hiszen láthatjuk, hogy gyakorlatilag 20 éve uniós tagállam hazánk, mégsem érkeztek el azok az ígéretek, amelyek miatt annak idején beléptünk az Unióba, hiszen jól látható, hogy nemhogy senkinek nincsen Bécsben cukrászdája, de még Alpok alján se egy kis talpalatnyi birtoka. Most már lassan ott tartunk, hogy a fél Dunántúl az osztrák kézen van, ezt hozta el az Unió, ezt hozta el gyakorlatilag az a Fidesz kormány, amely asszisztált mindehez, most már lassan másfél évtized alatt, hiszen azt gondolom, hogy jelen pillanatban a Fidesz pacsorai üresek, a baloldalról viszont vannak nem is kevesen, akik ugyanúgy asszisztáltak ezekhez a globalista érdekekhez, és célkitűzésekhez. Éppen ezért azt tudom mondani, hogy egyetlen hiteles erőként már csak a Mi Hazánk mozgalom maradt Magyarországon, és gyorsan felsorolok egy pár példát itt a hitetlenkedő kedvéért, hiszen hogyha belegondolunk, hogy a Magyarországgyűlésben melyik párt volt az, aki nem támogatta mondjuk Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, akkor nagyon egyszerű a válasz, egy ilyen párt volt, ez a Mi Hazánk mozgalom volt. Hogyha megnézzük, gyakorlatilag, hogy milyen plakátkampányt folytat Orbán Viktor, akkor láthatjuk, hogy stop háborúval elintézi ezt a kampányt, láthatjuk, hogy most már az egybites kommunikációk idejét azt visszasírjuk. Némileg leegyszerűsítették, hiszen a ellenpárja ennek a plakátnak a békét sugallja Orbán Viktor képével. Mégis azt tudjuk elmondani, hogy Orbán Viktor és az általa fémjelzett Fidesz volt az, aki megszavazta a NATO csatlakozását, mind Svédországnak, mind pedig Finnországnak, illetve az is a Fidesz volt, ami szintén Orbán Viktorral karöltve szavazta meg Ursula von der Leyennek a kinevezését. Innentől kezdve nem hiteles, hogy rajta próbálnak számon kérni olyan dolgokat, amiket eleve el sem követhetett volna, hogyha annak idején Orbán Viktor és a Fidesz nem mellette teszik le a voksukat. Azt gondolom, hogy hazánknak egy fordulatra van szüksége, és tegnap az M1-en, a vitán Márki Zaj Péter elszólta magát, hogy egyetlen egy párt van, amely az elszámoltatást valóban komolyan gondolja, ez a Mi Hazánk mozgalom. Aztán gyorsan próbált javítani, de azt gondolom, ez a freudi elszólás, ez nagyon őszintének hangzott tőle. Mi is így gondoljuk, hiszen a Fidesz, amely most már gyakorlatilag másfél évtized lassan kétharmaddal kormányozza az országot, annak idején úgy jutott kormányra kétharmaddal, hogy azt ígérte, hogy elszámoltatja többek között azokat az embereket és azokat a politikai pártokat és formációkat, akik most itt foglalnak tőlünk baloldalra helyet. Ez mégsem történt meg, mégsem került rá nagyon sok ember a csíkos pizsama, pedig azt gondolom, hogy megérdemelten ki lehetett volna osztani ezt a menetfelszerelést. Egész egyszerűen azért nem, mert ez a két rendszer egymással fúzióban, szimbiózisban működik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha az emberek nem valamilyen tiszavirág életű politikai formációra szeretnék a voksukat adni majd június 9-én, nem a bukott baloldali pártokra, és nem arra a Fideszre, amely pont az ellenkezőjét cselekedte annak, mint amit ígért az elmúlt másfél évtizedben, akkor tudják, hogy kire kell az X-et adni. Ez a Mi Hazánk mozgalom, hiszen egyedül mi rendelkezünk egy normális, kézzel fogható és értékelhető programmal, és ezt lehet megmorogni, de vitatni nem igazán lehet. Én azt gondolom, hogy ahelyett, hogy az önök igazát próbálnák meg mindenképpen itt szajkózni és bizonygatni, el kéne rajta gondolkodni, hogy miért itt tart ez az ország, hiszen nekünk még nem volt lehetőségünk beleszólni ennek az országnak az ügyeibe, önöknek már volt, de inkább ne lett volna, mert bebizonyították mind a két nagy politikai tömb, hogy teljesen alkalmatlanak arra, hogy Magyarországot vezessék, ezért tarthatunk most ott, hogy gyakorlatilag az Európai Unióban a második legszegényebb ország lett Magyarország, elveszítettük a régióban azt a gazdasági erős pozíciónkat, amíg az uniós csatlakozáskor megvolt Magyarországnak. Mára viszont egy olyan országban élünk, ahol a legnagyobb az infláció,
ahonnan legtöbben menekülnek el, és ahol a teljes kilátástalanság lett úrrá, hiszen láthatjuk, hogyha a különböző statisztikákat megnézünk, akkor bizony-bizony Magyarország mindenből a sor végén kullog. Ezt önöknek sikerült összehozni az elmúlt több mint 3 évtized politikai vezetéseinek. Mi viszont azt gondoljuk, hogy június 9-én a magyaroknak esélye van most már egy másabb fajta politikai formációt Magyarországon is helyzetbe hozni. Éppen ezért a globalista diktatúra helyett én azt gondolom, hogy építsünk végre magyar jövőt, mind itthon, mind pedig Brüsszelben. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr.